Megbízhatónak kell lenned, nem lehetsz besúgó, légy kemény. A kaliforniai Bakersfield utcáin felnőtt Louie-nak nem számított, mit kell megtennie az elfogadásért. Olyan dolgokat is meg kell tenned, amit mások talán nem tennének meg. Ez része a létrán való felemelkedésnek. Amikor ezt megmutatod, kezdenek megbecsülni és bízni benned. Az édesapja egy éves korában hagyta el. Mire középiskolába került, több nevelő apa is felbukkant az életében. Ám egyikük sem mutatott semmilyen érzelmet a fiú iránt, akinek nagy szüksége lett volna egy apára. Amikor egy férfi alak bejött az életembe, el is ment. Szóval gyerekként egy ponton inkább falat emeltem magam köré. Történjen, aminek történnie kell. 15 éves korában, karácsonykor jött el az a nap. A harmadik nevelő apám, aki akkor a leghosszabb ideig lakott velünk, a nagynéném házában ajándékot adott a húgomnak, de nekem nem adott semmit. Egyáltalán nem vett tudomást rólam, pedig 9 éve éltünk együtt. Aznap döntöttem el, hogy nem fog érdekelni, mi lesz velem. Louie kimaradt a középiskolából, zsebtolvajlásba, lopásba kezdett és drogot árult. A 20-as évei elejére már hosszú bűnlajstroma volt, amiben rablás, bántalmazások és drogkereskedelem is beletartozott. Volt pénze, hiteles volt az utcán, a bandatagok tisztelték, de hiányolt valamit. Van pénzed, szép autóid, haverjaid, ez áll az első helyen. Kemény vagy, és bár mindent te irányítasz, belül mégis üres vagy. Megtalálta a módját, hogy még több pénzt keressen azzal, hogy drogért cserébe fegyvereket csempész az államok között. Ám minden egyes üzletnél úgy érezte, egyre nagyobb árat kell majd fizetnie mindezért. Le kellett ülnöm és elgondolkodnom azon, hogy ennek rossz vége lehet. Mi garantálja azt, hogy ma nem ölnek meg? Egyik döntés sem volt nyerő. Ma vagy téged ölnek meg, vagy neked kell megölni valaki mást. Ez borzasztó. Az ember esze annyira elmegy az utcán, hogy van, akinek ez a megoldás. Tudtam, hogy változásra van szükségem, nagy változásra, és hogy az életem egy kudarc. Belül üres ember vagyok. Louie-t 29 évesen letartóztatták, és vádalkúval 3 év letöltendőt kapott. Ez idő alatt az élete irányáról gondolkodott. Elértem mindent, amire vágytam. Az egész testem tele volt sebekkel. Voltak barátaim, akiket meggyilkoltak. Mindez vele járt. Csak amikor eljutsz idáig, akkor veszed észre, hogy nem ezt kerested. Louie azt mondja, a börtöncella magányában meghallott valamit. Egy hangot hallottam, ami azt mondta, hogy menj el a nagyanyáddal a gyülekezetbe. Egyre csak ezt ismételgette, egész nap és egész héten. Egy nap, hogy elhallgattassam, azt mondtam, rendben, elmegyek. Ekkor békén hagyott. Miután letöltötte büntetését, megtartotta szavát. A Union Avenue-i átmeneti otthonban laktam, és a nagyanyám elhívott gyülekezetbe. A légkör nehéz volt, de a szeretettől, mintha felhő szállt volna rám, és megtelepedett rajtam. Egy hang szólt hozzám, nálad makacsabbakat is megszelídítettem már. Szóval előre mentem, és átadtam a szívemet Jézusnak. Úgy éreztem, hogy szabad vagyok. Éreztem, hogy megbocsátott. Elvette a bűneimet. Louie elkezdte Isten köré építeni az életét, és az lett, aki mindig is szeretett volna lenni. Olyan emberré kezdtem válni, amilyennek Isten eredetileg szánt. Fura, hogy nem ismerjük fel, hogy csak így lehet ezt elérni. Lányuk már főiskolás. A feleségével most a fiúkat nevelik. Louie biztos benne, hogy gyerekei tudják, hogy szeretik őket. Mindig elmondom nekik, hogy szeretem őket. Mindkét gyerekem megkérdezte, hogy hogyan tudom ezt csinálni. Nekem gyerekként nem volt ebben részem, ezért meg akarom ismertetni velük Jézus szeretetét. A bizonyságát megosztja fiatalokkal és hasonló múlttal rendelkező férfiakkal is. Azok, akik korábban ismerték, azt mondják, valóságos a változás. Dennis Sturk, aki annak idején letartóztatta, ma a barátja. Ha valaki ismerte régen és ismeri most, tudja, mekkorát változott, nagyon megváltozott. Az életem Isten szeretete miatt minden szempontból teljes. Ha csak a szabadságot és az üdvbizonyosságot kaptam volna tőle, az is bőven elég lenne. Elsősorban ez volt az, amit kerestem.